többen magunkkal a részben a Budapest Intézet kutatói részben pedig pénzügyi elemzők csináltunk február tájékától egy projektet, amiben pártoknak a programjait értékeltük a választások előtt, és ennek az előkészítéseképpen csináltunk egy kis felmérést, hogy ami arról szólt, hogy ismert, véleményformáló értelmiségiek rangsorolják, hogy szerintük mi a fontos, mik azok a kérdések, amikről a részben a pártprogramoknak, részben magának a kampánynak szólnia kellene, és nekünk örömünkre, többeknek meglepetésére a közoktatás jött ki az első három legfontosabb téma egyikeként, miközben sokan úgy vélik, hogy egyébként a közvéleményben a közoktatás az nem számít a legsúlyosabb horderejű kérdésnek vagy problémának, nem látjuk, hogy ez itt mekkora teendők vagy vannak, és ez mennyire fontos mondjuk a népesedéshez, vagy energiafüggőséghez képest. Hogy ez miért van, arról nekem egy kicsi ötlet jut eszembe, és pedig ez az, hogy magának a pedagógus szakmának a presztízse az nem különösebben magas, amire van egy nagyon általános magyarázat munkagazdaságtanból, és pedig az, hogy a presztízs az a keresetekhez kötődik. Tehát ez egy az utóbbi 20 évben nagyon erősen elnői esedett, és leginkább azért, mert hogy közalkalmazotti fizetések működik, ezért a nagyon csökkenő keresetű szakma, vagy hivatás, ami aztán összefügghet azzal, hogy ezért nem is tartják annyira komolynak és jelentőségteljesnek a közvéleményben, ami az iskolában történik, hiszen azt egy alulfizetett, és ki tudja, milyen szaktudással rendelkező társaság csinálja. A jellemző vélemény egyébként így a saját életemből az, hogy mint nyelvtanár tudom, hogy az átlagember, aki tud egy nyelvet, az úgy képzeli, hogy ha ő azt a nyelvet tudja, akkor azt tanítani is tudja, és nem világos, hogy én mint tanár mennyivel tudok nála többet, vagy mi az, amit én tudok azon túl, hogy meg tudom mondani, hogy melyik szó hogy van angolul. Ezt belülről a pedagógusok tudják, kívülről meg aki nem nincs erre képesítve, az úgy képzeli, hogy valaminek a tudása az egyet jelent azzal, hogy az ember azt tanítani is tudja.